Sziasztok, Zagloba vagyok, ez pedig itt nem más, mint egy gyors videó a Panzerkorsz magyarításáról, és ebben egy hangteszt is, hogy hol bukik a most megint a hangminőség nálam, elképzelésem nincsen, hogy mi okozta a, a tegnapi vagy tegnap előtti videó, és nem tudom hogy ezt mikor fogom felrakni a videó hangminőségének a torzulását igazából jó volt a hang, csak össze-vissza eltűntek szavak belőle, fogalmam nincs valami zajszűrő a driver ember, vagy nem tudom mi lehetett az oka. Megnézzük most, hogy mi van. Na, a következő lényeg, december 30-án 2018-ban kaptam a hírt, hogy a Panzerkosz magyarítása frissült. Úgyhogy már az 1.30-as verzióra is fel lehet húzni. Ugye ben van most már a Szovjet Korps és az U.S. Korps is, tehát az amerikai és a szovjet kampányok is uh, magyarítva lettek, illetve hozzá lett uh, tényleg uh, frissítve a legújabb, úgymond a végleges Páncélkorps verzióhoz a magyarítás. Ezt majd be fogom tenni a leírásba ezt a linket, ahol elérhetitek ezeket a... hát a Panzerkorsz magyarítás, de amit láthatjátok itt uh, még régebről, meg másféle magyarításokat is elértek majd. Hát majd nézegesítek szét, hogy igazából ami minket érdekel, ugye az a Panzer Hát igazából már a teljes játék uh, lassan kész lesz, úgyhogy érdemes nézni ezt az oldalt, hogyha úgy gondoljátok, hogy megérdemlik, ezért támogatást, akkor nyugodtan támogassátok, illetve terjesszétek az oldalt, hogy itt elérhető több magyarítás, illetve maga, ami a, tényleg nekünk ugye a legfontosabb, az a Panzer Hát ez a Mortir 2, az el sem tudom képzelni, hogy ezt hogy lehet lemagyarítani, hogy van-e értelme, de jó, ebben most nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy fogtok kapni igazából egy ilyen tömörített állományba lesz nektek, amikor letöltitek, az a lényeg, hogy mindent a megfelelő helyre kell másolni. steam verzióval is működik a, a magyarítás, tehát értelemszerűen majd leszettek a Páncár mappán belül, ha a van, ha nem steam van, akkor is lesz három ilyen könyvtár. Ezeket a, az állományokat csak fogjátok és bemásoljátok abba a, a megfelelő helyre. Felülírja, az angol nyelvet írja felül a magyarítás, úgyhogy nyugodtan, előtte készítsetek biztonsági másolatot és a mód hogyha fenn van mód akkor is működik, most nekem nem tudom miért de um, azt vettem észre a múltkor, hogy amikor feltelepítettem a, a modokat, akkor valamiért néha eltűnik ez a nagy kampány rész de most hogy teljesen mindegy egy randomba belemegyünk és megnézzük hogy magyar-e egyelőre, hát Egyéni nehézségbe megyünk Nem tudom hogy mi a különbség Sose szoktam nézgetni Nem szeretem hogyha Nem szeretem hogyha egy a játéknak a nehézségét úgy kell befolyásolni hogy igazából csalagép Tehát egy játék normálon legyen kurva nehéz És hogyha már valaki megfelelő rutint megszerezte Akkor játszon Bármilyen más nagyobb nehézségen de akkor se a csaljon, tehát én ezt soha nem értettem játékokba, én azt a játékot szeretem, ami úgy van létrehozva, hogy alapból kutya nehéz. Tehát gondolkodni kelljen, ne legyen csalás se az easy se a hard, very hard -on. Én ezért utálom például legendári nehézséget a távolba, semmi értelme. Hát most azért játszok, hogy folyamatosan egy csalógépe lejátszak. És gondolj bele, hogy ott a multizol, és valaki csal, akkor Szóval, na mindegy, lényegtelen. Látjátok, hogy 44. január 24-én járunk, ennek majd utána kell néznem, mert mint ahogy mondtam a Turán kampány videómban is, teljesen kimentek már fejembe ezek az adatok, hogy 44. januárjában a németek milyen hadműveleteket, meg az oroszok milyen hadműveleteket folytattak, fogalmam nincs, de szerencsére most már magyarul leírja nekünk. Zseniális, tényleg teljesen magyar az egész. Nézzük meg, hogy igen, az oroszok lépnek először. Ezt most meg kell várni. 44 január. Ez még bőven Ukrajna, az tuti. Ugye itt most a, ami a lényeg, hogy a mód megváltoztatta magát a, a játékot, tehát hogyha olyan dolgokat látok, amit az alapjátékban nem tapasztaltuk, az a mód miatt van. Ugyanis az a, Én azért szeretem ezt a Battlefield uh, Europe modot Mert Ugyanúgy megváltoztatja a Grand Vagy a nagy kampányoknak a Játékmenetét is, meg az egységeit, meg ilyenek És uh, Szerintem marha jó Marha jó ez a Battlefield mod Most ugye azért tettem vissza a Battlefield modot, mert A nem akarom akkor a turán kampánya játszani videón kívül. Na de baszki, hát. Meddig, meddig? Az a csík az a halálom, amikor megáll. Csak százezer orosz jön, lőnek, mint az oroszok tényleg. Azt se tudod hogy mikor lesz vége. Ujj, erre a pályára nem emlékszem. Vagy erre a terepre. Nézzük csak, mi ez. Hát ja ami nagy fájdalom ugye az az, hogy hogy a Battlefield mód megváltoztatja az ikonokat, amire nem jöttem még rá, hogy ezt hogyan lehet neki oldani. Mert érdekes mondom a repülőkét nem. De az oroszokét mutatja, csak az enyémeket ilyen kis pöttyökkel, és így ez... Nem, nem, nem jó, nem tetszik nekem. Na, de még szerencsé, hogy így ki lehet zoomolni. Ú, uh, aztán van minden tigris. Egy, Kettő Pár ducok. Az mi? Mi Micsoda? Ez Én ezt nem ismerem Kövezzetek meg Ezt nem ismerem, ezt a löveget Volt ilyen lövege a németek Hornis hmm. Igen, látszik, hogy a magyarítás miatt össze szarta magát néhol a text, a szöveg, de Engem az különösebben nem érdekel, mert... Úgyis itt látok minden lényeget, Maxwell. 19. Basz. 19. Áaa sponsor 3M, hát az már nem sokra megyek itt. Az egy lux. Úristen. Jó, ez a Lux, ez a vodban mennyit nyomtam, ez ott már amikor meg voltak a tier 8 a tier 9 akkor is a nyomattam. Semmelyik tank nem volt jobban ne Felderítőben Ez hammel nem? Ja Ezt ismerem De ez Tarack De ez 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 mi? Ez páncéltörő? törő? Ja ezt tudom erre rakták fel azt a 88-as dögöt nem? Hát igazából Szerintem A könyvtár is magyar a mód miatt nem biztos hogy minden része magyar itt biztos, hogy nem lesz benne Hornis. Mert miért is lenne benne? Ja, tuti nem lesz benne. Na jó, hát mindegy. Igazából tényleg megint olyan, olyan elemei a könyvtárnak nem magyarok, amikor a mod, mód módosít. Ezt jól megmondtam. Tehát például a Marder, ugye azt a mód teljesen áldolgozza. de aztán itt nagyjából minden le van magyarítva. Tehát, hogyha az alapjátékkal játszatok, akkor igazából itt majdnem teljesen magyar játékkal tudjátok játszani, vagy játékot tudtok játszani Panzer Kursz néven. A páncélos hadtest, az a neve játék. Faszai. Na, hát én ezt nem is ragoznám tovább. Itt gyaníthatóan az a lényeg, amit az előbb nem olvastam el, Ja, ez olyan, mint ott a 42 végén, hogy el kell juttatni a szállítógépeinket a repterekhez. De melyik repterek? Az alva jelölt repterekhez. Ami dupla karikás, gondolom, az a. Ja nem, az város. Mert az Airfield az mindig sima karika. Igen, ez, ez ide kell eljutatni. Jó, hát ezt majd olvaskassátok el, meg nézegessétek meg. És meg fogjátok látni, hogy ez mennyire segít nektek ez a magyarítás. Szerintem sokkal hangulatosabbá teszi a játékot. Meg hát eleve több olyan dolgot átlátsz, hogyha esetleg nem tudtál angolul, vagy németül, hogy ami, amivel hangulatosabb lesz a játék. Na, hát ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy a hangminőség jó lesz. És akkor nem sokára érkezni fog az Erdélyi Turán Kampányi Panzerkorps. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!